Nyilván az én érdeklődésemet sem kerülhette el az SVB bank csődje. Ez ugye Amerikában egy elég nagy banknak számító, ez a Silicon Valley Bank volt, ami megint csak egy nagyon jó példája annak, hogy mit akarnak elhitetni adott esetben velünk, vagy mi lehet a háttérben. Sziasztok, Szűcs Tamás, az üzleti gondolkodó. Ugye bejelentették a bank csődöt, miszerint fizetésképtelen, és ez valós, és ez igaz is. Az emberek megnyugtatására ellenben elkezdtek mindenféle áll híreket is, illetve ellen híreket is mondogatni, illetve nyilvánosságra hozni, mindaddig, amíg ki nem találták nagyon gyorsan, hogy mi legyen a megoldás ennek a dolognak, hogy ebből ne legyen egy ilyen kártyavárszerű dolog. És baromi egyszerűen, ugye már készültek 2008 óta, hogy ha ilyen helyzet van, akkor a megoldás az, hogy létrehoznak egy hitbankot, ugye ez a amerikai betétbiztosítási alap, most értelem teszem be a rövidítése. Ő átvette az irányítást az SVB bank felett, és új vezérigazgatója lett. Érdekességképp egy korábbi Fannie Mae igazgató, Fannie Mae bank, illetve igazából a pénzügyi része lett a 2008-as válságnak a kialakításába, illetve magába abba az dőlesztésébe, ami végül megtörtént, ugye. De mindegy, ez most egy oldalszám. Szóval a lényeg, hogy az SVB bankot újra nyitották, és úgy csinálnak, mintha mi se történt volna, és mintha valamit rosszul hallottál volna, hiszen kibejárnak az ügyfelek, ilyen cikkeket lehet olvasni, minden rendben van a betétesekkel, semmi gond nincs, ugye átutalták a fennmaradó pénzeszközöket a hitbankba, és onnan bármikor hozzáférsz, és ezeket a cikkeket lehet olvasni. Hát ebben szemben én azt gondolom, hogy ez azért nem pont így működik, hiszen ez a felügyelet, ami most kisegíti avval a pénzeszközzel, ami hiányzik az SVB bankból, az valahonnan hiányozni fog. Azt ugye oké, hogy előre összeadták adott esetben egy biztosítási alap, ami nálunk az OBA, tehát ez az Országos Betétbiztosítási Alap, viszont ez még csak egy banknak a kár enyhítése, térítése. Ha ez 2, 3, 5, 10, az Isten tudja hány bankot tud érinteni egy-egy ilyen körbebedőlés, mert hogy ugye a bankok egymásnak is adnak kölcsön, amit utána adott esetben hűtlenül lehet kezelni, vagy rosszul lehet kezelni, vagy túlértékelt befektetésekbe tenni, vagy rossz biztosítású befektetésekbe betenni, mint 2008-ban. Szóval a lényeg, hogy azt a pénzt el lehet tüntetni, ezáltal annyi pénzintézet helyett nem fognak tudni ők sem helytállni. Ugyanez igaz ugye nálunk is, hogyha egy pénzintézet adott esetben becsülőve fizetésképtelen lesz, akkor ugye beáll az OBA. Aztán ha még egy, akkor még elképzelhető, még mindig be tud állni az OBA, és ugye megvan szabva, mekkora limitig kártalanítják a magánbetéteseket, ez nagyon fontos kifejezések, mert hogy az intézményeket szinte soha nem mentegetik, mert nem. No, ez lenne az egyik része ennek a videónak, a másik pedig az, hogy ugye azonnal a hitelminősítők elkezdték a bankokat újra minősíteni, mégpedig két dolog miatt, az egyik, mert nem is ezt gondolom, ugye nem vagyok hitelminősítő, azt gondolom, hogy rájöttek, hogy elég felületesen csinálják mostanában ezeket a minősítéseket, mostanában is, hiszen ez nem egy új keletű dolog, csak most megint eljutottak egy olyan nyugalmi, laza időszakba, amikor nem kellett nagyon kapargatni a felszínt, bőven a látvány meg a számok elég voltak ahhoz, hogy már a bemutatott számok, hogy abból minősítsenek, hát most muszáj lesz lejjebb kaparniuk, mert már 2008-as is nehezen úszták meg, anélkül, hogy felelősségre legyenek vonva, hogy ott hogyan is volt ez az egész befektetésre ajánlott, illetve másnak becsődölt bank esetében. No, hát ennyi lenne a rövid kis videóm. SVB bank egyelőre működik, illetve kimentették, nem a régi formájában, de működik. Ezt biztos, hogy benne meg fogják csinálni még egyszer-kétszer, ha úgy van, egy-egy bedőlés után, de sorozatos bedőlésnél ezt vagy hagyják, vagy még nyomják is őket lefele. No, hát ennyi lenne a mai kis videóm. Ha lesznek újabb hírek kezügybe, vagy újabb bankok, pénzintézetek, biztosítok, bármi, ami legalább méretében ilyen
erős szerepet tölt be a piacon, mint ez a bank. Ugye hát maga a bank az a Silicon Valley legnagyobb startupjának, mindenek a pénzkezelője, illetve hát nem csak a startupoknak, hanem már a nagyobb vállalkozásoknak is. Ezért volt veszélyes adott esetben ez a bankcsőd, ezért nem szabadott volt hagyni, hogy ez ténylegesen csődbe menjen, és muszáj volt kimenteni. No, hát szóval, ha bármi fejlődés, változás, vagy éppen hasonló események lesznek, nyilván ugyanúgy fogok vele foglalkozni, hiszen ebből érdemes arra a következtetéseket, vagy minimum stratégiánkat felépíteni, mi történik, ha. No, köszönöm, ha velem voltál, tetszett a videó, akkor lájkot kérlek, nem vagy feliratkozz a csatornámra, akkor megköszönöm, meg tudod találni, hogy hogyan kell, hanem akkor így elnyugodtam. Köszönöm még egyszer, velem voltál, szia!